A majom a vállatokra jön, készüljetek fel rá. Nem kell megijedni. Nem ijed, Nathan nem ijedtél meg, igaz? Remélem, hogy nem kakál a fejemre. Elképesztően rossz a helyzet egyébként itt az országban. Szörnyű, amiket mesél a srác, aki vezet minket, a guide. A vezetőnk idefele útközben megkért, hogy vegyünk egy ilyen nagy családi csomag kekszet. Megy a csapat reggelizni, és reggeli után pedig hát megpróbáljuk a tegnap nem talált majmokat megtalálni, megkeresni. 10 órára jönnek értünk a robogós csapat, és elvisznek minket majmokat nézni, ahol elvileg 100%-hogy lesznek majmok, meglátjuk. Ott vannak a fiúk, itt a reggeli. Good morning! Daniel az már fentül a motoron, ő volt az első, aki felszállt. Igen, megnéztem, hogy elindítottam egyáltalán. Szóval megint kijöttünk a városba, másodjára próbáljuk a majom lest valahogy megugrani, mert tanap nem voltak majmok. Ha már kint vagyunk a városban, megpróbálom megmutatni, milyen is itt az élet Pest közelben. Kenyában, Afrikában. Erre átfordítom, mert itt van a díszes csapat. Megtörlöm. Ők a sofőrjeink. Hello everybody! És ugye itt van a hely, ahol vagyunk. Ez egy ilyen fő utca. És itt felülök én is a motorra. Szóval itt némi képet lehet kapni arról, hogy milyen is az afrikai, egész pontosan a kenyai utcakép. Ilyen kis házakban laknak egyébként. Részben téglából, részben pedig sárból építik a házaikat. Megérkeztünk a két napja várt kis eseményünkre, hogy végre majmokat lássunk Afrikában. A majom a vállatokra jön, készüljetek fel rá. Nem kell megijedni. Nem ilyet, Nathan nem ijedtél meg, igaz? Nézd, jó? Vedd fel a szemüveget, szemednek nem lesz baja. Ó, de szépen vagytok! Hello! Hoppá, hoppá! A fejeden van a monkey. Fene. A kendőmet levettem. Nézzétek, fiúk, fent van anyán. Ó, de ügyesen elkapja. Mi a baj? Remélem, hogy nem kakál a fejemre. Nem, banán teszi. Na, dobta. Hopp. Beteszi ide a torkához a banánt, és majd csak később veszi meg. Gyere. Hallod? Ott gyűjti a torkában. Bejöttünk ebbe a... Hát nem is tudom, minek lehet nevezni. Ez a fal, és ez a fal körbeöleli az egész belső területet. Mert a belső területen éltek a gazdag emberek, ezen a külső területen pedig a szegényebb emberek, és akkor ott volt ez a kapu, ahol mindig állt valaki, és többek között ő volt az, aki lefordította a
dolgokat, kommunikációt, nem tudom én. Lehet jegyet szeret, hogy átvehessenek A-ból B-be. Nem ő volt a beengedő, szóval a portás, ki megmondta, hogy mennyiért mehetsz be, és jöhetsz ki. És hogy mennyire vagy gazdag, vagy mennyire vagy szegény. Ezek nagyon-nagyon régi romok. A 12. században épültek ezek az épületek, és a 17. századig éltek itt, tehát 500 évet éltek itt. Egy mecsetben vagyunk, egy 12. századi mecsetben, erről mesélt nekünk itt a guide-om. Most a fiúk éppen azt tesztelik, hogy ugye nem volt mikrofon, és ugye hallják az imát. Ezért egy ilyen kialakított dologban, a falban kell így kiabálni, énekelni, és úgy terjed a hang. Elmesélték, hogy hogy van felosztva, három ajtó van, melyiken kijön be, férfiak, anyák, és az egész hely, az egész mecset, ez itt a mecset, két részre van osztva, ahol imádkoznak a férfiak, és imádkoznak a nők. Szóval ott van a mecset, itt jön az utca, és itt vannak a házak. Igazából egy ilyen óriási nagy ház, és ezt felosztották, úgyhogy együtt laktak mindannyian, nem voltak ágyak, a földön aludtak, és hogy azt mondta az úr, hogy együtt laktak, együtt aludtak az hasonlókorú gyerekek, fiúgyerekek, lánygyerekek, felnőttek. Ez az egyetlen ház, ami a legprominensebb gazdasági személyé volt az egész helyen, és ez az egyetlen ház, amiben van saját fürdőszoba és medence is. This is the toilet. Itt van a fürdőkád, azt nézzétek! Hogy azt mondják, hogy a büntetésről beszélt, hogy ha elloptál valamit, akkor levágták a kezedet, hogyha megöltél valakit, akkor megölt, akkor téged is megöltek. Hogyha valami szili, valami hülyeséget csináltál, az pedig a közösség döntötte el, és büntette meg, hogy hogyan. Itt egy majmón. Hello, monkey. Gyere, Budi, közelebb, mert te akartál majmót nézni. Ne félj, mert tőle tényleg aranyos. Úristen, nézzétek, szakad az eső. Nem tudom, mennyire látszik. Szóval az volt a királynak a háza, kettő részre volt osztva. Úristen, gyönyörű egyébként. Ez a hely fantasztikus, elképesztően szép. Hiszitek-e, hogy szakad az eső, de hogy ilyen rettenetesen esik. És itt a fák alatt szinte egyáltalán nem esik ránk. Aha, itt most mondjuk igen. De ott, ahol az előbb álltunk, ott nem esett ránk. Így mondjuk jó lesz visszamotorozni. Most várunk? Hát igen, mert hogy esik az eső. Na, ki fogja meg? A lány belőle a nagy, ő szül, és hogy kézzétek el, hogyha életet ad egy babának, egy gyereknek, mint ti vagytok, akkor meghal. Nézzétek, hogy apukák meg kisebbek. És ebből van egy másik típus, ami viszont, hogyha rámászk a kezedre, le kell vágni a kezedet, meghalsz. Azt mondta a bácsi, azt mesélte, hogy itt ugye láttuk ezeket a különböző házakat, hogy volt a vasnak a háza, meg a vasasnak a háza, mindenféle ház, ugye itt zajlott a kereskedelem,
cserekereskedelem volt, ami azt jelenti, hogy nem pénzzel fizettek a dolgokért, hanem elcserélték a dolgaikat. Tehát amikor az egyiknek volt aranya, a másiknak ezüstje, akkor azzal cseréltek. És képzeld el, hogy így ment ez a cserekereskedelem egészen addig, amíg nem jöttek a kínaiak, akik koinokat, érmeket használtak, pénzt. Tehát ők hozták ide, így fejlődött ki a kereskedelem. De korábban is voltak itt kínaiak, akivel cserekereskedtek, csak aztán a kínaiak hozták be később a koinokat. Így jutottunk el odáig, hogy ma már mobilbankolunk. Na gyertek! Itt véget ért ez a kis sétánk, és most eljöttünk egy ilyen múzeum területre, megnézzük ezt. Itt a romok után, tényleg gyönyörű volt, fantasztikus volt. Esőstől minden estől, Nathaniel meg egy kicsi királyfi, tehát hogy őt így hurcibálni kell. És nézzétek, ott mennek Csabáik. Elképesztően rossz a helyzet egyébként itt az országban. Szörnyű, amiket mesél a srác, aki itt vezet minket, a guide, hogy egyszerűen a Covid annyira kinyírta a turizmust, hogy tényleg az éhen-halász szélén vannak tömegek. De egyáltalán nincs mit enniük. Tömegek veszítették el az állásukat, és hogy iskolába sem tudnak járni sokan. Így például a nagyobb gyerekek, akik már jártak iskolába, otthon kell, hogy maradjanak a kicsikkel, akik nem tudnak járni iskolába, és a nagyobb tanítják a kicsiket. Ott is van egy ilyen százlabú. Nem, az sokkal kisebb. Ez egy nő, a nem gyöp. Nem tudom, kicsi. De kérdezd meg a bácsitól. Ezt mondja Beni. Szóval nagyon-nagyon rossz a helyzet, és hogy azt mondta, hogy korábban például ez a hely is egy ilyen turisták által nagyon kedvelt hely volt, és hogy rengetegen jöttek, egész nap mentek, és nagy csoportokkal csinálták ezeket az idegenvezetéseket, és hogy most heti egyszer-kétszer jönnek emberek, tehát hogy így rettenetesen hálásak azért, hogy itt vagyunk és eljöttünk. Nagyon rossz egyébként ez, tehát így Csabi kicsit kritizálta azt, hogy mennyire sokba kerülnek a programok, hogy így próbálnak lehúzni minket, de igazából alapvetően nem kerülnek annyira sokba, és bármi, amit kérnek ezekért a kis idegenvezetésekért és programokért, azt gondolom, hogy jó helyre kerül, úgyhogy megéri kifizetni nekik ezeket a dolgokat, és tényleg pluszban kapnak még jatott borravalót is. Úgyhogy hát reméljük, ezzel egy kicsit tudunk itt segíteni mi is. Ugye, apa? Igen, és bemutatom nektek vadonatúj barátomat. Bemutattam. Egyébként ez sokkal rosszabbul néz ki élőben. Nini azt mondta, hogy szerintem ez egy Dizzy Dino-nak a csontváza. A igazi arca, amit azért illik bemutatni a csodaszép partok és hófehér homok mellett. Annyira és kerülget a sírás. Tehát a falakon túl azért ez az igazi Afrika. A vezetőnk idefele útközben megkért, hogy vegyünk egy ilyen nagy családi csomag kekszet. Ezért egyébként 300 helyi pénzt fizettünk, ami nagyjából 900 forintnak felel meg. Nagyon-nagyon ritkán esznek ilyet. Szerintem nagyon hálásak. Itt van a másik vezetőnk, aki ezen a túrán vezetett még végig minket. Neki is adtunk külön pénzt a túra vezetésért. Egyébként nagyjából 6000 forintot. És nem győztem megköszönni, és mondta, hogy az óriási segítség neki és az egész családjának. Mit vettünk, fiúk? Mi ez? What is this? What they eating? What is this? Baobab. Baobab. Nyam, nyam. Baobab, baobab, baobab. Itt vagyunk az étteremben. Na, a hely különlegessége, hogy egy mangrove erdő közepén van az étterem. Nézzétek, mennyire flash.
van a mangrovek közül férfi és női, ugye ezt már tegnap megtudottuk, hogy van 7 féle itt a környéken. Itt a fiú és a lány fákat is meg lehet különböztetni. A férfi fák azok magasra nyúlnak, a női fák azok pedig ilyen dúsabbak és alacsonyabbak. A lányfáknak sötétebbek a levelei, a férfi fáknak pedig ilyen világosabb zöld. Úgyhogy ezt tudtam most meg. Most itt vannak kint a gyökereik, ugye, mert hogy a mangrovének a gyökere az ugye felfelé jön. Viszont amikor dagály van, akkor itt egyébként itt van a víz. Thank you! Oké. Elképesztően brutális helyre hoztak minket, ezt nézzétek. A mangrove erdő közepén, már jövünk egy pár perce be egy ilyen kis hídon, van egy étterem, és oda sétálunk most be. Szóval ugye milyen hasznos dolgot hoztam, apa, mutasd a cowboy banket. Itt ebédelünk. Bon appétit! Ez pedig ilyen rákkal töltött szamosza. Minden volt érthető. Szamosza. Milyen volt az étel? Jó volt, fincsi volt, csak két személyest átrendeltünk, és én így a maradék morzsákból csipegetettem egy kicsit, mert befolt el minden. Ez nem igaz, hagytam neki enni, nem igaz! Csontokat nézd! Itt van ennek a ráknak az ólója, ha ki tudod szedni belőle a húst, akkor megeheted. Később próbáltam fel, hogy nem hoztak ilyen törőt hozzá, úgyhogy... Jaj, szegény! Elrakottattam néhány ráknak az ólója. Éhen kórász! Jó vagyok. Köszönöm szépen. Légkemény volt a mai emlédem, szó szerint. Na, te fogyottam. Ott van még egy kis tinta hal. Egyet neked hagytam azt is. Mit csináltok, fiúk? Várjuk az új afrikai logót. Pedig akar meg? Már nem kell sokat várni, Nyuszika, és érkezik.